Harmadik alkalommal rendezte meg Nyíregyházán a Nyírsport Ese a Mr. Tus nemzetközi kötött és szabadfogású birkózó versenyt. Az olimpiai bajnok Hegedűs Csabáról elnevezett viadalon az Ovis korcsoporttól a felnőttekkel bezárólag 49 egyesület 413 birkózója lépett szőnyegre a Tiszavasvári úti csarnokban. A rendező egyesület mellett a Balkányese és a Bökönydíjese fiataljai képviselték a megyét, a határon túlról pedig Szlovákia, Ukrajna és Románia magyar lakta területeiről érkeztek versenyzők. A csarnok küzdőterén 5 szőnyegen zajlottak a mérkőzések. A rendezőklub elnöke elmondta, hogy a meghívásos versenyeket tekintve a résztvevők száma csúcsnak számít Magyarországon, így komoly feladatot rótt a szervezőkre a megfelelő körülmények biztosítása. A mi szüleink, tehát birkózó szülők nélkül nem is lehetett volna létrehozni, tehát szőnyegeket különböző egyesületektől kértük kölcsön, ennek a beszállítása, rendberakása, tehát iszonyatos munka volt, és külön meg is köszönöm még egyszer a szülőknek, akik ebben támogattak bennünket. A Nyírsport Ese birkózói az elmúlt 2 évhez hasonlóan éremszerzés reményében léptek szőnyegre a versenyen. 13 embert neveztem most, hát minimum 10 érmet várok. Tavaly ugye 15-ből 15 bejött, most remélem a 10 bejön a 13-ból. A hazai birkózók végül 4 arany, 4 ezüst és 3 bronz, összesen 11 érmet szereztek. A balkániak egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet, a bökönyiek pedig egy bronzot tartottak a megyében. A csapatversenyt a Diósgyőri BC nyerte az SMTK és a Kazincz Balcika előtt, a Mr. Tus vándorsellegét pedig a Nyírsport Ese kapta.